Timothy Dolan bíboros úr New York érseke. Különleges személyiség, tiszta, határozott katolikus hittel, ő az az ember, aki megvallja a meggyőződését, ő az, aki következetes szeretettel vezeti a rábízott közösséget. Eleven ott van a világhálón, ott van a közösségi médiákban, ott van a társadalom minden területén. Ugyanakkor személyesen is nagyon szívélyes, eleven stílusú ember. Őrzöm róla az emléket, amikor Ferenc pápa megválasztása után fogadta a bíborosokat, hogy mindannyian kifejezzük tiszteletünket az új pápa iránt. A legtöbben kezet csókoltak Ferenc pápának, volt, aki kézfogással gratulált. Dolan bíboros úr pedig megölelte és megveregette a vállát, mint egy biztatásul, hogy na csak így tovább, ez az igazi. Tehát ilyen temperamentumos ember, aki nagyon szívesen részt vesz a mi budapesti eukarisztikus világkongresszusunkon is, mert az eukarisztiának nagy tisztelője és fontosnak tartja, hogy a világ katolikus hívei összetalálkozzanak. My brother Cardinal Erdo and my many friends there in Hungary who are so beautifully and faithfully planning the upcoming Eucharistic Congress, Cardinal Timothy Dolan here in New York in the United States of America. I am really eager to be with you next September. Thank you for the invitation. I was disappointed but completely understood why we had to cancel it this year. It's going to make next year even better than ever. If there's one thing I have heard during this nearly half year of seclusion and shutdown because of the COVID-19, I hear our people say, we want to get back to Mass. We miss the Holy Eucharist. The hunger that the people of Israel experienced in the desert and that was satisfied with the gift of God, the bread from heaven, the manna from heaven, is now ringing true throughout the new Israel, God's chosen people today, in the one Holy Catholic and Apostolic Church. We love the Eucharist, we miss the Eucharist, we want the Eucharist. And my brothers and sisters, I am confident that Jesus is going to bring renewal in his church. And as Pope Francis has told us, as Pope Benedict told us, as Pope St. John Paul II told us, we can't have renewal in the church unless there's a renewal of our deep faith in and hunger for the Most Holy Eucharist. That's going to happen in Hungary, and I am proud to be part of it. God bless your work.